Még több mint 2 hónap van karácsonyig, de évek óta szembetűnő, hogy már ilyenkor ünnepi díszt kapnak az üzletek, sőt, karácsonyi zene szól a boltokban. Ebben az évben, ha járvány is befolyásolhatja majd az évvégi rohamot, sokan attól tartanak, hogy ha bedurvul a második hullám, akkor korlátozni kell a nyitvatartást, jobb most elintézni a vásárlásokat. Egyelőre az a fontos, hogy mindenki tartsa be a biztonsági távolságot az üzletekben is. Van, aki már hónapokkal korábban készül a karácsonyi ünnepekre, és már az ajándékokat is elkezdte megvenni. Gyakorlott internetes vásárló ez a zalaegerszegi fiatal nő. Nem csak azért, mert gyors és kényelmes, hanem a kialakult járványhelyzet miatt is ezt tartja most a legbiztonságosabbnak. Ez a szobakerékpár már karácsonyi ajándék, néhány napja érkezett meg, de további ajándékokat nézeget. Azt mondja, hogy a sporteszközök most nagyon hasznosak lesznek a családnak. Úgy gondoltam, hogy karácsonyra is több apró sporteszköz fogok beszerezni, így karácsonyi ajándékként a családnak. Sok karácsonyi üzlet már októberben kinyitott, például Komárom-Esztergom megyében ez a karácsonyi bolt is. A tulajdonos szerint az emberek évről évre hamarabb kezdenek el érdeklődni és bevásárolni karácsonyra. Egyre korábban kell nyitni a boltot, egyre nagyobb az érdeklődés, tudatosan jönnek hozzánk már a vevők, folyamatosan bővítjük a kínálatunkat, illetve a helyiségünket, és hát bevallom őszintén elég nehéz feladat. A boltok polcaira is kikerültek már a karácsonyi dekorációk és az ünnepi édességek is. Az egyik élelmiszer üzletláncnál azt tapasztalták, hogy már Magyarországon is sokan vannak, akik hetekkel, sőt hónapokkal karácsony előtt el akarják intézni az ünnepekhez köthető bevásárlásokat. Emellett a járvány miatt is azt szeretnék, hogy az utolsó napokban ne legyenek tömött sorok a bevásárlásnál. A koronavírus világjárványra tekintettel szeretnénk felhívni a vásárlóink figyelmét arra, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az ünnepekhez köthető bevásárlásaikat, mert ezzel is tudjuk csökkenteni a kontaktusok számát. Éppen ezért kerültek korábban kihelyezésre az ünnepekhez köthető termékek az áruházaink polcaira. A posta is arra hívja fel a figyelmet, hogy aki külföldről, például kínai webáruházakból akar karácsonyi ajándékot rendelni, még októberben adja le a rendelését, mert a kiemelt időszakban, mint a karácsony is, akár 60 nap is lehet, amíg egy küldemény megérkezik. Nagyon sokan rendelnek az Európai Unión kívüli országokból, konkrétan Távol-Keletről, Kínából, és ezek a csomagok, vagy ezek az árutartalmú küldemények viszonylag hosszú ideig tart, amíg ideérnek, úgyhogy ezért szoktuk felhívni a figyelmet már szeptember végén, október elején arra, hogy ha valaki külföldről, különösen, hogyha az unión kívülről akar rendelni, akkor időben gondolkodjon ezen. Nem csak Magyarországon jelenik meg idő előtt az üzletek ünnepi kínálata. Európa szerte gyakori látvány, hogy a naptári ősz első napjaiban megjelennek a karácsonyi dekorációk az üzletekben. Sok helyen már a karácsonyfát is felállítják a bevásárlóközpontokban.